Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Már nem. Nagy örömömre szolgál, hogy együtt lehetünk. Van akikkel ugye személyesen, van akikkel az interneten, élőben, van akikkel majd felvételről. Megkérek mindenkit, hogy jegyzeteljen. És arra is megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját némítsa el, vagy kapcsolja ki, köszönöm szépen. Ha bárkinek kérdése lenne, az interneten keresztül tudnak hozzám intézni kérdéseket, én ezt látom, sőt várnék is egy beköszönést. Tehát egy beköszönést. Ha jelenlévőknek kérdése van, akkor írják föl és megbeszéljük a szünetben. Az első rész az 4-8-ig fog tartani, a második pedig 3-10-ig. Természetesen lesz két szünetünk, ugye a negyed órás mind a kettő. Magamról egy-két gondolat. Budapesten élek családommal, feleségemmel, csak nem 32 éve vagyunk házasok, és elmondhatom azt, hogy teljesen rendezett, boldog család életünk van, nem mindig volt ez így, sokat tettünk annak érdekében, hogy így legyen. Van két fiú gyermekünk, akik még nem repültek ki, bár elérték a felnőttkort. Én egyébként 1987 óta foglalkozok emberekkel, és akkor vezetőkkel kezdtem, tehát vezetőbeosztású emberekkel kellett üzletet kötnöm, az volt az első, hogy emberekkel foglalkozzak. Majd 91-től kezdtem el dolgozni csapatban, ott tartottam, hogy 93-tól dolgozom csapatban, 93-tól vezetek, tanítok embereket, azóta volt szerencsém több tízezer ember képzésében személyesen részt venni, és több százezer embernek juttatni el valamilyen életjobbító lehetőséget. Nyilván nem egyedül, hanem a csapatommal. Amit most csinálunk, az teljesen új dolog, sőt azt mondhatnám, hogy világviszonylatban egyedülálló. Hát nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk az újak, illetve a jelenlévők, azok majd talán elképzelik. Meg a többség ugye látta is már ezt. A netesek pedig látják, hogy miről van szó. Nem tudom, mi lett így hirtelen ezzel a kis készülékünkkel. No mindegy, a tartalék az meg otthon van. No szóval, kezdjünk hozzá. Szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé megy a világ? Tehát nem vagyunk elégedettek? Mi baj van a világgal? Kísítésük, gyávaság, ötleság, alapvetően. Az emberekkel van probléma? De az emberekkel se lenne probléma. Nem, is az, nem az emberekkel van probléma, hanem a vezetőkkel. Tehát mindig a vezetőkkel van probléma. Tehát ha a vezetők jól működnének, akkor az emberek is jól működnének. Gondoljuk végig. Tehát mit tudom én, mondjuk az állami oktatás az normális lenne, akkor normálisabb társadalom alakulna ki. Nem? És ugye ennek egy ilyen központi normális dolognak kellene lenni, mert így, ha ez nem így van, akkor egy, ugye felnő egy társadalom, aztán az még rosszabb társadalmat fog fölnöveszteni, az még rosszabb társadalmat fog fölnöveszteni, az még rosszabb társadalmat fog fölnöveszteni, és akkor ez valahogy így alakul, nem? De, nem, de így is alakul, nem? Tehát régen például mondjuk két generációval ezelőtt
még, sőt, egy generációval én előttem. Tehát az most ugye a mostaniokhoz nézve, akkor 2-3 generációval ezelőtt, ami most születnek generáció. Tehát azelőtt még olyan dolgokat tanítottak, amivel meg tudták alapozni egy embernek az öntudatát. Tehát mivel lehet egy embernek az öntudatát megalapozni? Tehát hogy büszke legyen például arra, hogy ő mondjuk melyik népnek a fia. Nem? Tehát ez fontos lenne, hogy az ember büszke legyen arra, hogy ő annak a bizonyos népnek, például itt mi a magyar népnek a fiai vagyunk. És akkor minden, ugye népnél ezt el kellene érni, hogy arra büszke legyen, hogy ő oda született, ahova született, nem? Tehát miért fontos, ugye aztán, tehát miért fontos az, hogy az ember azt érezze, hogy büszke? Tehát ez a büszkeség az inkább ma negatív értelmezésű, mint pozitív értelmezésű lenne. Tehát sajnos így van, tehát valahogy lejáratták ezt a szót, és inkább negatív értelme van, mint pozitív. Tehát pedig az fontos, hogy az ember képes legyen arra, hogy emelt fővel járjon, nem? Legyen tartása. Így van. Tehát ugye aki nem képes arra, hogy emelt fővel járjon, akkor ugye az nem is büszke. Tehát nem büszke arra, amiben ő van, nem büszke arra, amit ő csinált, nem büszke arra, amit ő esetleg létre fog hozni. És akkor az milyen ember lesz? Nem? Tehát nem lehorgasztott fővel kellene az embernek járni, nem? Hanem emelt fővel kellene járni. Tehát az embernek mind a múltjára, mind a jelenére, mind a jövőjére büszke kellene lenni, nem? Tehát az ember a múltjára nem büszke, akkor mire büszke? Ha a jelenben nem büszke arra, amit csinál, akkor mire büszke? Nem? Tehát fontos a büszkeség. Hát természetesen nem az egoista büszkeségről beszélünk, bár ugye a büszkeséget most már az egoizmussal kapcsolják össze, de hát nem azzal kellene összekapcsolni, hanem az eredményekkel. És nyilván a pozitív eredményekkel. Tehát mi a pozitív eredmény? Az a pozitív eredmény, ami mások számára is hasznos. Tehát mások számára is hasznos. Nem? Tehát nem csak a saját számunkra hasznos, hanem mások számára hasznos. Tehát az emberek most, amit csinálnak, nem foglalkoznak elsősorban azzal, hogy mások számára hasznos legyen. Tehát az emberek például szeretnek, jó, én se így gondoltam ám régebben, nehogy azt higgyék. Tehát az ember például most szezonja van, most itt nyár vége van, nem? Ilyenkor még aki nem ment el nyaralni, az még gyorsan fogja magát, és el akar menni nyaralni, nem? A város az szinte kihalt ahhoz képest, amilyen forgalom szokott lenni. Mi az M3-astól nem messze lakunk, és a nejem bement a városba, és meglepődve tapasztalta reggel, hogy simán be lehetett, nem korán reggel, több olyan 9 környékén, úgy simán be lehetett menni a városba, abszolút dugó nélkül, pedig ott mindig dugó szokott lenni ez időtájt, hétköznap természetesen. És így meglepődve tapasztalták, gyakorlatilag hol vannak az emberek? Hát nyaralnak, persze, hát nyaralnak. Most az kinek jó? Tehát az mások javát szolgálja, hogyha valaki nyaral? Nem, az sajátját. Tehát az csak kizárólag a sajátját. Tehát az emberek nem gondolnak arra, hogy valami olyasmi dolgokat kellene csinálni, ami mások javát szolgálna. És akkor csodálkoznak, hogy az életük nem úgy alakul, ahogy kellene. Mondok egy példát. Jó? Nem teljesen ehhez kapcsolódó, csak hogy az élet milyen. Van nekünk egy olyan ismerősünk, aki 30 évvel ezelőtt volt neki egy lakása. És
A fia az már akkor ugye nagykorú lett, akkor lett valahogy nagykorú, és pályázott arra a lakásra, most idézőjelben, tehát ő úgy gondolta, hogy majd az a lakás az övé lesz. Tehát az anyja lakása az az övé lesz. Ez egy szép kis, ilyen kis négyszintes társasházban volt ez a lakás, egyszer voltam is náluk. És az anyja az eljátszotta ezt a lakást. Most szó szerint ne szerencsejátékra értsék, hanem úgy játszotta el, hogy ilyen adósságokat csinált magának, és gyakorlatilag ráment a lakás teljes egészében ezekre az adósságokra, de annyira ráment, hogy nem is tudott minden adósságot visszafizetni, ezért kidiszidált. Akkor még ugye ezt diszidálásnak hívták. Kidiszidált külföldre, hát Amerikába. És az azóta, tehát gyakorlatilag 30 éve kinnél. És most azért jön haza, mert hogy a fia meghalt. És a fia úgy halt meg, hogy ő neki most itt Magyarországon ennyien sincs. Neki, mint szülőnek. Tehát magyarul a fiától visszakapta azt, amit a fiával csinált ő 30 évvel ezelőtt. Tehát a fiától eljátszotta a dolgokat, és a fiának volt egy lakása, és ezt a lakást, bár ő be se tud menni, mert a fiának van egy lánya, aki az anyjával nevelkedik, tehát nem, mint az anyja neveli, nem lakik a lakásban, nincs jó viszonyban volt, hát nem menye volt, csak mert csak élettársa volt a fiának. És lényeg az, hogy ugye a gyámhivatal, meg a nem csak a gyámhivatal, hanem mi a manó ez, aki tehát a hagyatéki, igen, ez a hagyatéki hivatal, vagy mi a jó Isten, ez nem engedi be a lakásba, mert még nincs tisztázva, hogy ki az örökös, mert az örökös ugye a vér szerinti leszármazott mindig, az pedig a lánya lesz. Na most ő abba a lakásba be nem tud menni, tehát most idejött Magyarországra, vagy idejön Magyarországra, és nem tud hova menni, mint tudom, a barátnőjéhez megy, mert gyakorlatilag nincs itt neki semmi, ott kint sincs, mert ott is csak bérleményben van. De gyakorlatilag visszakapta azt, amit ő csinált a fiával. Meg is érdemli az ilyen szülő, persze, abszolút meg is érdemli. Tehát mondom, be se tudja tenni a lábát abba a lakásba. Pedig ő ott élt abba a lakásba, mielőtt kiment volna részben, meg részben ugye ebbe a másik lakásba. És mivel ugye nincs bejelentkezve ebbe a lakásra, semmi köze ez a lakáshoz, és meghalt ugye a fia, kész, onnantól kezdve ő be nem teheti oda a lábát. És ha például mondjuk hagyott a fia mondjuk végrendeletet, igen, köszönöm szépen, akkor ő nem tud hozzájutni a végrendelethez, ha esetleg ott van a lakásban. Nem tud hozzájutni, majd a majdnem megye fog hozzájutni, az meg nyilván megnézi, mi van benne, és nyilván meg fogja semmisíteni, ha nem a javára szól, hát egyértelmű. Tehát gyakorlatilag most megkapja azt, visszakapta azt, amit ő csinált a saját fiával. Tehát, és akkor erre mondja valaki, hogy hát ez biztos, éppen mondom a nejemnek, hogy egy földhöz ragadt ember biztos azt mondaná, hogy ez véletlen. Hogy lehet erre azt mondani, hogy véletlen? Hogy? Hát hogy lehet azt mondani erre, hogy egy az egybe ugyanazt visszakapja valaki 30 év múlva, amit ő okozott egy embernek, a saját fiának? Hát hogy lehet azt mondani, hogy erre, hogy véletlen? Ilyen véletek nincsenek. Hát milyen esély lenne arra, hogy ez
véletlenül megtörténjen. A véletlenül nem tud valami megtörténni. Jó, főleg nem így. Jó? Szóval lényeg az, hogy nagyon érdekes az élet. Ezt most azért mondtam el, mert mi olyan dolgokkal foglalkozunk, amit én úgy mondanám, hogy szellemiség. Nekem meg ezzel kell foglalkoznom, ez az én égi küldetésem, meg földi, mind a kettő, a szellemiség. És hát én élem is ezt a küldetésemet, hála a jó Istennek. Bár nem így volt mindig, mert az embernek van egy küldetése, tehát én nem ismertem kellőképpen önmagamat. Én onnantól kezdtem érdeklődni magam irányába önmagam megismerésére, amikor 93-ban voltam érdeklődést kelteni egy hölgynél, nem az én ismerősöm volt, hanem az ismerősöm ismerőse, és akkor még biztosítással foglalkoztunk, és hát elmentünk ehhez a hölgyhöz, elvitt a kolléganő, hogy keltsünk neki érdeklődést. És akkor ott előkerült, ő egyébként asztrológiával foglalkozott az illető, és ugye kérdezte, hogy én mikor születtem, stb. És akkor mondta, hogy én mi vagyok, és ugye elkezdtem mondani a tulajdonságait az én asztrológiai jegyemnek, és gyakorlatilag, hát nyilván az aszcendensemet nem tudta, csak ugye a napjegyemet, és hát lényeg az, hogy az illeszkedett minden, amit mondott. És akkor onnantól kezdtem el érdeklődni az iránt, hogy én hogy működök. Sőt, olyan alkalmazottam is volt, aki kifejezetten asztrológus volt. Ezt nem is mondtam még. Tehát volt egy ilyen alkalmazottam több éven keresztül, aki kifejezetten asztrológus volt. Nem ez volt a dolga, de mindig foglalkoztattam őt asztrológiai dolgokkal, az én dolgaimmal nyilván elsősorban. És hát ez még 97-8 tájékán, igen, 6-7-8 tájékán volt, mert azt hiszem akkor volt itt olyan 7, talán 7-8. És elkezdtem foglalkozni tehát azzal, hogy minél jobban megismerjem önmagamat. Nekünk mai témánk az, hogy micsoda? Megismerni önmagunkat, vagy önmagadat. És engem az érdekelt legjobban, hogy mik a rossz tulajdonságai. Nem a jók, mert azt az ember tudja. Mi a rossz? Miért? Azért érdekeltek a rossz tulajdonságaim, mert elkezdtem rajta dolgozni, hogy a rossz tulajdonságaimat kiküszöböljem. Tehát azon dolgozni kell, hogy az ember a rossz tulajdonságait kiküszöbölje. És ugye mivel gyönyörű dolog, szerintem a világon egyik legszebb dolog emberekkel foglalkozni, ezért az embernek fontos tudnia, hogy mik a rossz tulajdonságai, mert ha az embernek vannak rossz tulajdonságai, már pedig mindenkinek vannak, akkor az szemet fog szúrni az ember, másoknak. És ha én emberekkel akarok foglalkozni, és mondjuk olyan szinten akarok emberekkel foglalkozni, hogy az emberek esetleg kövessék azt, amit én csinálok, vagy amit én szeretnék, hogy kövessenek, és ha én nekem előttük a rossz tulajdonságaim megmutatkoznak, mert nem küszöbölöm ki a rossz tulajdonságaimat, akkor végig gondoltam azt, hogy ki fog engem követni. Ki fogja azt csinálni, amit én szeretnék, hogy mondjuk együttműködjenek bizonyos dolgokban velem. Hát a kutya se. És ezért én nagyon sokat foglalkoztam avval, hogy én milyen vagyok, és nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy milyenné akarok válni.
Tehát például én sok évvel ezelőtt elhatároztam, hogy én a világon a legkeresettebb és legismertebb előadó legyek. Ez nekem egy célom a mai napig is, én ezt meg is fogom csinálni. Na most ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja csinálni, hogy a világon a legismertebb és legkeresettebb előadója legyen, azért kell tenni bőven. De ezt nem most határoztam el, hanem már, hát szerintem legalább 16 éve. Tehát legalább. Na most, miért jó az, hogyha mondjuk én a világon a legismertebb és legkeresettebb előadó leszek? Miért jó az? Nem nekem, hanem mondjuk annak, amit csinálunk. Hát van nekünk egy nagy küldetésünk, aminek a legfontosabb pontja a következő, hogy eljuttassuk az emberiség számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Tehát eljutatni azt a tudást és képességeket. És ezt nem önző módon tenni, hanem önzetlenül. Nem azért, mert ez az érdekem, hanem azért, mert ez a küldetésem, de inkább annyit mondanék, hogy kötelességem. Tehát én úgy érzem, hogy nekem az a kötelességem, hogy ez megvalósuljon az emberiség számára. És az emberiség az az emberekkel kezdődik. Önökkel kezdődik. Mit jelent az, hogy átadni azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek? Ahhoz az kell, hogy az emberek képesek legyenek, tehát megkapják azt a tudást, ami például ahhoz kell, hogy az élethelyzeteiket képesek legyenek minden helyzetben helyesen kezelni. Azt a tudást megkapják, hogy képesek legyenek a problémáikat megoldani, képesek legyenek megelőzni a problémáikat. Arra is képesek legyenek, hogy ismerjék az élet és az ember működését, és benne önmagukat ismerjék meg. Ha az ember nem ismeri önmagát, hogyan akar másoknak segíteni? Miért fontos, hogy segítsünk? Hiszen egy olyan világban élünk 2000-től, és egyre inkább megyünk bele ebbe az energiákba, tehát 2000-ben indultak ezek az energiák, hogy akkor boldogul valaki az életében, ha mások hasznára van. Ez úgy működik, hogy a mások hasznára tudunk lenni, de a hasznot ne csak anyagi haszonra gondoljunk, jó? Tehát a haszon az egy nagyon tág fogalom, csak amikor haszonról van szó, akkor az emberek mindig az anyagiakra gondolnak. Például az is egy haszon, hogy az ember olyan tudásra vagy képességekre tesz szert, amit tud használni. Ott van használatban, benne van a haszon szó, tehát használ. Hasznos. Tehát ami hasznos az életében. Tehát nem csak a pénz hasznos az életünkben, a helyes cselekvés egy
sokkal hasznosabb dolog, mint a pénz. Mert a pénz az csak egy következmény, de a pénznek az az előzménye, hogy az ember hasznos dolgokat művel. Cselekszik, tesz. Tehát tesz, cselekvőséget mutat, és csinálja is a dolgokat. Tehát másnak hasznára lenni. Beszélgettem ma két felnőttel, és ők róluk tudom, hogy az a küldetésük ebben az életben, ők azért születtek le, hogy ugye nem egyszerű az életük, az övéké sem. Tehát azért születtek le ebbe az életükbe, mert mind a kettő, ez egyik önt házas pár, mind a kettőnek az a küldetése, hogy segítő legyen. Tehát, hogy megtanítson jól segíteni az embereket. És akkor ugye ezzel kapcsolatban rögtön két alapfogalom felmerült. Az egyik az, hogy meg kell tanulni jól segíteni, de a jól segítésnek van a két része, hogy csak akkor segítünk jól, hogyha, kérdezem a régieket, mikor? Ha megérdemli, az az első pont, és ha kéri, az a második. És ennek a kettőnek együtt kell lennie. Tehát kevés az egy ebből. Tehát egy olyan emberre nem szabad segíteni, aki nem érdemli. És egy olyan emberre nem szabad segíteni, aki ugyan érdemelné, de nem kéri. De egy olyanon se szabad, aki kéri, de nem érdemli. Jó? Mert például ő konkrétan házaspárként úgy kihasználják őket, pont ezt a segítő hajlamot, mert bennük van ez az energia, ez a segítő energia, úgy kihasználják mások, és úgy kihasználták eddig az életükben, hogy mondhatjuk, hogy emiatt nem haladnak egyről kettőre. De hát amikor az emberben vannak ilyen energiák, hogy ők segítsenek, és mondhatni azt, hogy akkor ők élik a segítséget, mert egész életükben segítettek. Csak nem jól. Meg nem jónak, így van. Meg nem jókor. Stb. Stb. Szóval a lényeg az, hogy az ilyen embereknek például azt kell megtanulni, hogy képesek legyenek jól segíteni. Tehát jól segíteni. Tehát például a jól segítés része, hogy az embernek van választási lehetősége, hogy most jelenben mit tegyen, vagy a jövőben mit tegyen, akkor előtte végig kellene gondolni a cselekvés előtt, vagy a döntés előtt, úgy, olyan formában, hogy melyik a fontosabb és a sürgősebb. Nem tudom, világos voltam-e. A fontosabb és a sürgősebb. És azt kell csinálni, ami fontosabb és sürgősebb. És nem azt kell csinálni, amire érzelmileg ráhatnak az emberre, és akkor az érzelmei azt fogják válaszként adni, hogy megyek és segítek. Nem tudom, világos voltam-e. Vagy kellően világos voltam-e. Tehát az embernek végig kell gondolnia, tehát meg kell tanulni mindenkinek gondolkodni. Mielőtt bármit is döntene, vagy bármit is cselekedne. Meg kell tanulni gondolkodni.
A gondolkodás a tudatosság mértékétől függ. Hogy az egyén mennyire képes arra, hogy ő tudatos legyen. A tudatosság az két dologból áll, hangulatból és tudásból. Ott van benne tudatosság, tudás. Mert az ember egy összetett lény, két külön részből áll. Az embernek van esze, képes a gondolkodásra, ott van benne a gondoldásra, és képes érzelmi vezérlésre. Tehát amikor az érzelme nem a gondolkodása irányít, hanem az érzelme irányítana. És az ember kettőre egyszerre nem képes. Senki. Vagy az egyikre képes, vagy a másikra. Tehát vagy az érzelmei alapján cselekszik, illetve hoz döntéseket, vagy a gondolkodása alapján hoz döntéseket, illetve cselekszik. Mit jelent a gondolkodás? Csak hogy értsük, hogy latba vet mindent adott helyzetben, és a lehető, tehát mérlegel, tehát latba vet mindent, mérlegel, és a lehető legjobb döntést hozza, amit adott helyzetben lehet. Érthető ez? Ez jelenti a gondolkodás. Az érzelem olyan messzi áll, az érzelmi döntés, olyan messzi áll ettől, mint észak-déltől. Tehát teljesen ellentétes a két dolog. Az érzelmi döntés azt jelenti, hogy van egy belső érzelem, és annak alapján puty, az ember meghozza a döntést. Ott nincs mérlegelés, ott nincs latolgatás, nincs fontolgatás, nincs minden körülmény megvizsgálása. Nincs az, hogy az ember végig gondolja, hogy ha ezt csinálom, mi lesz a következménye, ha azt csinálom, mi lesz annak a következménye, ha azt csinálnám, akkor annak mi lenne a következménye. Az érzelmek ilyenek nincsenek. És ha önök most visszagondolnak arra, hogy tényleg hogyan működik az érzelmi döntés, és hogyan működik egy tudatos gondolkodás alapján hozott döntés, akkor önök is rájönnek arra, könnyedén, hogy micsoda különbség van a kettő között. Tehát az ember egy összetett lény, mert ennek alapján, ennek a két dolog alapján hoz döntést. Nem egyszerre, vagy ez, vagy az. Azért mondom, ez a tudatosság, ez az érzelem. Bal oldal az érzelem, jobb oldal a tudatosság. Na most onnantól kezdve megnézzük ezt a kérdést. Mi befolyásolja a tudatosságot? Ugye két dolog, beszéltem róla az imént. A tudás és a jó hangulat, így van. Tehát ahhoz, hogy képesek legyünk gondolkodni, jó hangulatban kell adott időszakban lennünk, amikor ezt a döntést létrehozzuk, előkészítjük, fontolgatjuk, akkor jó állapotban kell lenni, különben az ember képtelen a gondolkodásra, még akkor is képtelen, ha van tudása. Még akkor is. Tehát a tudás az csak akkor működik az embernél, ha jó állapotban van. Rossz állapotban minden tudó ember elveszíti a tudását.
Hát nem azt mondom, hogy nem fogja tudni mennyi egy, meg ötször öt, de nem az ilyen tudását, hanem az élet és az ember működésével kapcsolatos tudását veszíti el. Tehát nem az ilyen tárgyi tudását, tehát az élet és az ember működésével kapcsolatos tudását veszíti el. És akkor utána, amikor jó állapotban van, akkor visszanyeri ezt a tudást. És ez annak köszönhető, hogy az ember úgy működik, hogy rossz állapotban, tehát olyan, mintha az emberben lenne egy ilyen billenő kapcsoló. És akkor az vagy ide van billentve, és akkor erre folyik az áram. Ha oda van billentve, akkor meg arra folyik az áram. Ez ilyesmi. Ami azt jelenti, hogy vagy arra van billenve ez a billenő kapcsoló, hogy érzelmi működés, vagy arra van billenve, hogy tudatos működés. Amikor az ember jó állapotú, akkor átbillen tudatos működésbe, amikor rossz állapotú, átbillen érzelmi működésre. És akkor ez itt kapcsolgat az ember attól függően, hogy jó állapotú vagy nem. Ha valaki nem jó állapotú, akkor állandóan az érzelmi állásban van ez a kapcsoló. És akkor csak néha kapcsolódik föl tudatos állásba ez a kapcsoló, amikor éppen ritkán jó állapotban van az illető. Mit jelent az, hogy jó állapot? Ugye a régiek tudják, mit jelent? Honnantól indul a jó állapot? Tehát amikor az ember már nem ellenséges, nem rossz indulatú, kettő fölött. Ugye az, a rossz indulatúság, az ellenségesség, az kettes. Mi ez a kettes? Van egy skálánk, ahol számozva vannak a hangulatok, energiától függően, hogy milyen energia kapcsolódik hozzá, ahhoz attól függ ugye ez a szám, és ugye itt ezen a skálán kettes energia a maga a rossz indulat. Tehát amikor valaki rossz indulatoskodik, akkor ellenségeskedik, az még nem túl rossz állapot, mert a harag az rosszabb állapot, vagy a bánat, vagy a félelem az egy jobb állapot, mint a bánat. De rosszabb állapotok, mint a mindegyik, a harag is, a félelem is, a bánat is rosszabb állapot. És most csak hármat mondtam a nagyon sokból, rosszabb állapot, mint a rossz indulatoskodás. Jó? Tehát amikor rossz indulatoskodik az ember. És e fölött, tehát honnantól, amikor ilyen megelégedett, unott, megelégedett, na onnantól indulnak a jó állapotok. Tehát mikor elégedett azzal, ami van, az a helyzet. De olyan nagyon nincs cselekvés az illetőben, de elégedett a saját helyzetével. Na, az onnantól indulnak a jó állapotok, és akkor jönnek olyan állapotok, hogy érdeklődő, akkor olyan, hogy jókedvű, lelkes, stb. Jó? Tehát vannak ilyen hangulatok. Tehát ezeken a szinteken már képes az ember a gondolkodásra, de rossz indulattól lefele, harag, félelem, bánat és egyéb szinteken az ember nem képes arra, hogy helyes döntést hozzon. Na most ezért fontos például, hogy az ember ilyeneket is tudjon, ha meg akarja ismerni önmagát. Tehát nekünk van egy olyan törekvésünk, hogy átadjuk ezeket a tudásokat az embereknek. Én úgy működöm, hogy amit tudok az élet és az ember működéséről, azt egyszerűen olyan belső indítatás van bennem, hogy átadjam embereknek, ez mindig is így volt. Egyébként azóta, mióta emberekkel foglalkozom. Tehát 91-től kezdtem el csapatban dolgozni, és 91-től amit én bármit nekem tanítottak, mert onnantól lett 91-től saját csapatom,
bármit tanítottak 91-től, és én azt úgy láttam, hogy az emberek számára hasznos, mert magam számára is hasznos, akkor én azt biztos, hogy továbbadtam. Sose tartottam meg magamnak. Bennem mindig volt egy ilyen indítatás, még akkor is, amikor közöm nem volt a szellemiséghez, hogy azt, amit én tudok, azt átadjak. De arra is volt egy, bennem egy nagy indítatás, hogy én azon a területen, amin tevékenykedek, a fellelhető tudásra szert tegyek. És akkor, amikor már ugye emberek szervezésével foglalkoztam, akkor ugye már voltak vezetőim, akiktől én amennyit csak lehetett információt megszereztem, mert mindig világéletemben szerettem kérdezni olyan emberektől, akik többet tudnak, mint én. És én például mondjuk elmentem egy olyan rendezvényre, ahol engem oktattak, akkor biztos, hogy mentem időbe és nem az utolsó pillanatba. És biztos, hogy az utolsók között, ha nem utolsónak jöttem el. És nem olyanokkal beszélgettem, akiktől nem tudok tanulni, hanem olyanok társaságát kerestem mindig, akik többet tudtak, mint én. És ott voltam a közelükbe, és fél év után többet tudtam abban a témakörben, mint a vezetőim. Nem mint minden vezetőm, hanem a közvetlen vezetőm, meg a közvetlen vezetőmnek a közvetlen vezetője, meg annak a vezetője. Tehát azoknál többet tudtam. Na most ennek a tudásszominak köszönhetően elég hamar értem el eredményeket. Tehát 9 hónap alatt sikerült vezetővé válnom, ami ott a 4%-nak vagy 5%-nak sikerült. Majd rá pár hónapra már a második következő vezető, karrier vezetői szintet is elértem, amit ugye még kevesebb embernek sikerült elérni százalékosan, olyan 3%-nak összvisz az egészből. És ezt most miért mondom? Mert kapcsolódik ahhoz a dologhoz, hogyha az ember megismeri önmagát, akkor képessé válik arra, hogy az átlagtól nagyobb eredményekre legyen képes. Tehát az ember megismeri önmagát, akkor rájön arra, hogy tudás nélkül egy birka. Én erre rájöttem. Hogy úgy működök, mint egy birka. És én nem akarok úgy működni, mint egy birka. Én többet akarok tudni az átlagnál jóval. Majd amikor abba hagytam azt a tevékenységet etikátlanságok miatt, nem én követtem el etikátlanságot, hanem ott a szervezetben voltak etikátlanságok a vezetők részéről, amit nem nagyon díjaztam. Sőt, egyáltalán nem. Elindultam az önálló tevékenység során, és létrehoztam egy saját szervezetet. Az konkrétan biztosítási broker cég volt. Akkor 13 biztosító volt benn Magyarországon, mindegyikkel szerződést kötöttünk. Nem azonnal,
az elején, hanem először ugye a providenciával kötöttünk szerződést, ugye akkor még providenciának hívták, és azon a területen a providenciának a második brókere lettünk az MBI után, a második legeredményesebb brókere akkor. De akkor is azért, miért sikerült ezt elérni? Mert ugye a szervezetnek én voltam a vezetője, ügyvezetője is, meg a létrehozója is, tehát onnan datálom a PPH-t egyébként. Biztosítási területen benne voltam az első 10-ben tudásban az országban. Tehát amit biztosítási területen lehetett információt összeszedni, én azt összeszedtem. Na ezért abba is hagytam egy elég hamar a biztosítási területet, mert túlságosan informált lettem a biztosítói területtel kapcsolatosan. És az etikátlansággal kapcsolatosan is informált lettem. Tehát a tudás az azt is hozza, hogy az ember átlátja az etikátlanságot, és már két területet hagytam abba, akkor az etikátlanságok átlátása miatt. Mert több tudásom volt, mint az átlagnak, és az átlag ezáltal nem látta át az etikátlanságokat, nem tudom, világos-e. És én nem tudtam olyan légkörben sosem működni, ahol etikátlanságok voltak. Például én a katonaságnál is, én szó szerint belebetegedtem az etikátlanságokba. Engem azért szereltek le idő előtt, mert 18 hónapig lettem volna katona, és 11 hónapra leszereltek, illetve 10 és fél hónapra, még két hétig tartanak, akkor nem kellett volna katonaadót fizetnem. Mert utána még két évet, a két hét miatt két évig kellett fizetnem katonaadót. Tehát elintézték gyorsan, hogy két héttel hamarabb szereljenek le, már akkor bemaradhattam volna két hétig, hát most már mit érdekelt volna engem, és akkor nem kellett volna két évig katonaadót fizetnem. És azért szereltek le, mert szó szerint belebetegedtem az etikátlanságokba. Tehát én nem, tehát egyszerűen nem tudtam szó nélkül megállni az etikátlanságokat a seregbe, amit az öregek követtek el ugye az újoncokkal szemben. Pedig amikor leszereltek, én már nem újonc voltam, hanem úgy hívják ezt, hogy másodidőszakos, az ugye gumi, ezt guminak hívták. Miért hívták guminak? Én tudom, azért, mert volt egy sörös kupak, és volt a gázálarcnak egy gumi dugója, és ez a gumidugó miatt hívták a gumik, a második időszakosnak gumisnak, gumiknak, mert avval jelezték, hogy ők már gumik, hogy erre a gumidugóra, a gázálarc gumidugójára rá lehetett rakni egy szép díszes sörös kupakot, és rá egy WC-láncot, ezt a gömbös WC-láncot, és akkor avval mutatták a gumik, hogy ők már gumik. Ők már másodidőszakosak. És azzal mutatták az újoncoknak, hogy ők már gumik. Na ezért gumi. Tehát mert az gumi volt, az a gumiból volt az a dolog. Én csak úgy érdekességként és nem elterelésként mondom. Szóval a lényeg az, hogy ha valaki esetleg ezt nem tudta, és seregbe volt, és nem tudta, miért hívják a gumikat gumiknak. Na hát én mindig, ahol voltam, megpróbáltam többet tudni az átlagnál. Tehát például ez is ugye hozzátartozott ez a dolog, hogy nem, tehát kiderítettem, hogy miből származik ez a dolog. Na és lényeg az, hogy ugye az két etikátlanságot abba hagytam, két etikátlanság, vagyis két területen volt etikátlanság, és mind a két területet abba hagytam, és azt mondtam, hogy én azért csinálok saját szervezetet, pedig sokkal egyszerűbb csatlakozni másokhoz.
Nem kell létrehozni dolgokat, minden megvan oldva, minden megvan alkotva, csak az ember csatlakoztatja, hozzá csatlakozik, azt működteti. Százszor egyszerű. Tehát százszor egyszerű, mint létrehozni valamit, kidolgozni valamit és működtetni. Mert úgy működtetni, hogy az jól is működjön. De azért határoztam el, pont az etika miatt. Mert én tudtam magamról, hogy az etikáért mindig ki fogok állni, és az etikát végig fogom csinálni. És etikusan fogok működni. Hogy legyen végre egy olyan szervezet, amely etikusan működik, és etikus az emberekhez. Tehát ezért mondtam azt, hogy jó, akkor inkább létrehozok egy saját szervezetet. Egyébként nehogy azt higgyék, hogy a saját szervezet létrehozásánál nem voltak félelmeim. Nehogy azt higgyék. Tehát nem ismertem egyedül megcsinálni. Nem mertem. Kellettek társak, külső társak. Nem mertem egyedül megcsinálni. Lehetett volna egyedül, csak nem mertem. Egyedül lehetett volna, csak nem mertem egyedül megcsinálni. Tehát nem tartottam magamat képesnek arra, hogy egyedül meg tudom csinálni. Ezért bevontam két másik ismerősömet. Akiktől szétváltunk másfél év múlva, 1994-ben, 94 nyarán, de ahogy szétváltunk egyik nap, másnap már volt egy saját KFT-m, tehát létrehoztam, de ott sem mertem még egyedül csinálni. Kellett, még mindig kellett egy társtulajdonos, aki jó, hát már csak valami 10%-ban volt tulajdonos. De még akkor sem mertem megcsinálni. Pedig akkor már 87-től 94-et írtunk, 7 éve foglalkoztam emberekkel. És 3 éve foglalkoztam, tehát 91-től 94-ig 3 éve foglalkoztam csapatban szervezéssel. Tehát csoportosan emberekkel. Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy ha önmagát meg akarja ismerni, akkor tudásra kell szert tenni ezzel kapcsolatban. Nekünk vannak olyan képzéseink, ami nagyon hasonlít egy típusú képzéshez. És ezért is ugyanaz az elnevezése. Mert egyszer csak felfedeztem, hogy jé, mi nagyon hasonlót csinálunk, mint amit úgy hívnak, hogy coachképzés. De mivel a miénk több, mint egy coachképzés, tehát úgy is indultunk 2010-ben, amikor főtevékenységben kezdtünk el az emberekkel, emberek fejlesztésével foglalkozni, mi azt úgy hívtuk, hogy személyiségfejlesztés. És 2013-ban egy újságcikk alapján jöttem rá arra, hogy hát mi nagy részben coachképzéssel foglalkozunk, csak a coachképzések nem foglalkoznak szellemiségképzéssel. Mi a szellemiség? Ne szellemekre gondoljanak. A szellemiség az azt jelenti, hogy az ember a saját szellemét nek az energiáit, a saját szellemének az energiáit mindjárt mondom a szót, ki tudja, segítsenek nekem ezzel a szóval kapcsolatban. Igen, hát ki tudja terjeszteni, ki tudja aknázni saját magából, de nem ez a szó az, ami hirtelen most itt van, de nem akar kijönni, majd kijön. Tehát lényeg az, hogy magát, a saját szellemiségünket ki tudjuk bontakoztatni. És ezzel olyan dolgokat legyünk képesek elérni, amire nem képes egy olyan ember, amelyik ezt nem tudja megtenni.
Vagy azért nem tudja megtenni, mert nem tanulta, vagy azért nem tudja megtenni, mert ezt a képességét elvették tőle gyerekként. Tehát a szellemiség az azt jelenti, hogy az ön szellemi, még egyszer, az ön szellemi energiáit hasznosítani tudja az élete területein olyan dolgok elérésére, amit fizikailag, csak fizikailag nem lehet, lehetetlen elérni. Tehát ahhoz, hogy az ember eredményeket érjen el az életben, kettő dologra van szükség. Cselekvésre és szellemiségre. Ha nincs szellemiség, és megkapja az ember a sorstól azt a dolgot, amit szeretne, ha ez nem kapcsolódik szellemiség, az illető el fogja veszíteni. Ha megnézzük két ember párkapcsolatát, példaként, a házasságok 70%-a statisztikák szerint válással végződik. Ez ugye a többség, túlnyomó többség. 70%-a válással végződik. Ha a szellemiséggel rendelkeznének az a két személy, aki összeházasodott, nem válnának el. Nem tudom, világos voltam. Tehát a szellemiség azt jelenti, azt is jelenti, hogy egy szellemiséggel rendelkező ember képes minden helyzetet megoldani. Világos ez? Tehát mi a coachképzésekhez képest, a coach a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Az egy szakma, a coach. A 80-as évek végén indult el az USA-ból, mint szakma. De nem szellemiséggel foglalkozó szakma, hanem tisztán fizikai tudással foglalkozó szakma. Tehát tisztán fizikai tudást adnak át a többi coachképző szervezet. Na most képzeljék el, mondjuk a műegyetemen, nem a műegyetemen, az ELTE-n, az ELTE-n mondjuk szellemiséget tanítanának az embereknek. Na hát arra én azért befizetnék. Mert az ELTE-n van coach kar. Arra az én befizetnék, hogy ott szellemiséget tanítanának az oktatók. Szóval mi vagyunk az egyetlen coachképző szervezet a bolygón, amely szellemiséget is ad a fizikai tudáshoz. Tehát az embernek van fizikai tudás, az nagyon jó. Tehát az nagyon jó, kell. A tudás kell. A tudás az olyan, mint mikor valahova el akar jutni, és vannak kilométerkövek. És akkor tudja hova kötni, hogy hány kilométerre menjen, hol jár már, hol tart. A szellemiség meg olyan, amikor mondjuk út is van. Tehát az az út, a szellemiség az út. Képzelj el, úgy kellene elmenni valahova, hogy nincs út, csak kilométerkövek. Elég nehézkes lenne hegyen, völgyön, árkon, bokron keresztül menni, nem? És az emberek ezt csinálják most. A fizikai tudásukkal. Hogy úgy haladnak az életbe,
mintha mennének egy úttalan úton, ahol vannak kilométerkövek, csak az út nincs kijelölve. Látja a következő kilométerkövet, mert az egy kilométerre van. Csak neki hegyen, völgyön, bokron keresztül, árkon, bokron keresztül, vízen keresztül kell mennie. Közlekedett már valaki így? Persze, mindenki. Könnyű? Nagyon nehéz. Mennyivel könnyebb az úton haladni, nem? Főleg, hogyha kiépített út van. A szellemiség az a kiépített út. Tehát a szellemiség, mint út, mint kiépített út juttat el, juttatja el önt oda, ahová el akar érni. Szokott úgy haladni egy úton, hogy oda nem akar eljutni, ahova elindult? Most szó szerint útra gondoljon, útra. Nem, nem szoktunk, nem? Nagyon ritka. Ritka az olyan ember, aki csak úgy elindul, azt majd valahol eljut, nem? Nagyon kevés. Még ha autóval megyünk, akkor is ki szoktunk tűzni, hogy hova megyünk, nem? Nem csak úgy belülünk az autóba, azt majd csak kiukadunk valahova, nem? Ez nagyon ritka, aki így gondolkodik. A legtöbb ember az úgy gondolkodik, hogy innen ide akarok jutni, nem? Na most, ha innen ide akar eljutni az ember, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen úton halad, nem? Lehet kerülő úton haladni, de egyszerűbb az egyenes út. Nem véletlenül mondja a magyar nyelv, hogy járj egyenes úton. Nem? Milyen érdekes? Nem ezt mondja a nyelvünk. És ezzel mit ért? Az, hogy járja tisztesség, becsület, erkölcs útján. Ezzel ezt mondja ki. És ez az egyenes út. És van egy másik, egy fizikai törvény kapcsolódik ehhez, amit tanultunk fizikából, hogy két pont között legrövidebb út, az egyenes. Miért kell az embereknek az ilyen út, jó nagy kerülővel oda jutni, ahova szeretnének? Azért, mert nem vállalkoznak a szellemiségre. Ha ön vállalkozik a szellemiségének a fejlesztésére, akkor megtanulja, hogy két pont között a legrövidebb út az egyenes, és azon az egyenes mentén jusson el ahhoz a ponthoz. Világos ez? De ahhoz, hogy az ember tudja, hogy eljusson egyik A pontból a B pontba, ismernie kell önmagát. Hogy akarunk úgy eljutni egyik pontból a másikba, ha nem tudjuk, hogy képesek vagyunk-e arra? Nem? Hát az ember úgy indul el valahova, hogy tudja, hogy képes rá, hogy oda jusson, nem? Ha az ember fejében az van, hogy mi lesz akkor, ha ez lesz, az lesz, az lesz, akkor el se indul, nem? Nem így van? De ha ismerjük magunkat, és tudjuk azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy A pontból eljussunk B-be, akkor el is indulunk. De ez ismerni kell önmagunkat. Nem így van? Van 24 coach területünk. Teljes átfogó az élet és az ember működésével kapcsolatban, és ami nem fér bele,
arról gondolkodom a jövőt kapcsolatban, hogy nem két éves lesz a kócsképzés, hanem három. Először majd két és fél, majd három. Miért? Miért? Négy, mondom, négyet. Mondom. Ja, négyet is mondtam már, de simán. Négy, mondtam négyet. Ja, hogy te mondtál négyet, oké. Okay. Jó, hát lehet négy is, persze. Hát egy egyetem vagy egy főiskola? Az is általában 4-5 év, nem? Van téma, van sok. Tehát például mire valaki jogi pályán elindulhat, az nem 4 év. Vagy orvosi pályán elindulhat, az se 4 év. Bizonyám. Például ha valaki elinduljon mondjuk a mérlegképes könyvelői pályán, még az se. Az se 4 év. De csak mondtam példákat. Szóval ez a két évben tényleg nem fér bele minden. Például beszélgettünk a kezdés előtt arról, hogy egy házas pár hogyan passzol össze. Ugye ezt lehet látni. Tehát mi tanuljuk azt, hogy két ember hogyan passzol össze. Tehát előre lehet látni, hogy két ember hogyan passzol össze. Miből lehet látni? Hát nem úgy, hogy ránézünk. Kérdezünk tőlük egy pár kérdést, fölírunk egy pár adatot, és meg tudjuk állapítani, hogy az illetők összepasszolnak, vagy nem. Hogy kell egymás alá alárendelődni, ki fogja a másikat támogatni. Tehát például gyönyörűen látni ilyen dolgokat. És most miért is mondtam ezt a dolgot? Mert ez is a képzésünk része. Na igen, azért mondtam, mert például ebből egy hónapot oktatunk. És nagyon úgy fest, hogy ez inkább két hónapos téma, mint egy. És hát egyszerűen az egy hónapban, 30 órában, mert az egy hónap az 30 óra keddenként, csütörtökönként és havonta egy vasárnap, ugye ami 10-től 17 óráig tart maga a képzés, de maga a rendezvény az 18 óráig tart, ami most lesz ugye hétvégén pont, vasárnap. Egyszerűen ebben a 30 órában például ez a téma, ez nem fér bele. Nem fér bele. Tehát ez körülbelül, tessék? Tehát mert vettünk például a magyarság története, benne sincs ebben a két évben. Benne sincs, egyszerűen bele se fér. Tehát nem fér bele a két évben. Vagy az élettörvények részletes átvétele. Hát egyszerűen nem fér bele ebben a két évben. Úgyhogy terveimben szerepel, hogy föl kell emelnünk, nem a havi képzés óra számát természetesen, hanem a képzések időtartamát kell kitolni. Egyszerűen ki kell tolni, mert vannak olyan témák, ami nem fér bele. Tehát például itt volt a boldogság képzés. Körülbelül a feléig jutottunk. Feléig sikerült eljutni. A második fele nem lett belerakva. Tehát lehet, hogy az a három vagy két és fél három év az nem is annyi, hanem négy. Na most, hát nyilvánvalóan most gondoljuk végig a saját példámat. Én 87-ben kezdtem el intenzíven foglalkozni embereket, tényleg intenzíven kellett, mert cégvezetőkkel kellett tárgyalnom. Tehát a cégvezetők azok elvárják azt, hogy a tárgyaló partner az ütőképes legyen. Tehát ha egy személy nem rendelkezik kellő tudással, tapasztalattal, megjelenéssel, akkor egy cégvezetőnél labdába nem rúg. Nem veszi komolyan, persze. Tehát ezért ugye nekem eléggé föl kellett kötnöm a gatyám rögtön a vállalkozói életem első részében. Majd utána cégekkel kellett foglalkoznom 2004-től, vagy 94-től, 94-től 2007-ig. Az nem kevés, az akár úgy nézem 13 éven keresztül. Végig cégekkel
foglalkoztam, mondjuk egy fél éves kihagyást lett számítva. Na most abban a, sőt szerintem abban az a fél év sem volt kihagyva. Na mindegy, szóval 13 év volt, előtte volt ugye 7 év, 20 évig foglalkoztam cégvezetőkkel. A 26 évből. Valami nem stimmel. Ja, de stimmel. Stimmel, mert ugye nem 26 év, hanem a 29. Mert 87-től 2006-ig az 29. Na, így már stimmel. Tehát a 29 évből 20 évet foglalkoztam cégvezetőkkel. És ez azt jelenti, hogy, elég nagy rutinra tettem szert, elég nagy tapasztalatra, de nekem oda kellett figyelnem arra, hogy fejlesszem magam, mert különben labdába nem rúgok a cégvezetőknél. Érthető? Na most nekem nagyon fontos volt az, hogy megismerjem önmagam és fejlesszem önmagam. Önnek mennyire fontos? Lehet, hogy önnek nem kell foglalkoznia cégvezetőkkel. De sokkal jobban járna, ha kellene. Miért? Nem csak azért, mert akkor rákényszerülne, hogy jobban fejlődjön, mint a másik ember, hanem azért is, mert ha cégvezetőkkel foglalkozna esetleg valamilyen szinten a jövőben, akkor ott sokkal több pénz van, és önnek is sokkal több pénze lenne. De lehet, hogy önt a pénz nem érdekli. Engem se. Szokták erre mondani, hogy a pénz nem izgat, hanem nyugtat. Hát, és gondolja végig, melyik lenne jobb, hogyha önt a pénz izgatja, vagy nyugtatja. Hát nyilván az utóbbi, nem? Tehát én nem azt mondom, hogy, mit tudom én, zavarja a pénz. De inkább az legyen, hogy soha többet ne legyenek pénzügyi gondjai. Nem? Tehát nem tudom, el tudna egy olyan életet képzelni, ahol nem lesznek pénzügyi gondjai, soha többet. Még akkor sem, ha ön körül mindenkinek lesz. Mert lesz ilyen időszak. Ezt most akár írásba is tudnám adni. Lesz ilyen időszak. De egy kérdés van. Önnek addigra mennyi tartaléka lesz? Nem pénzben mér tartaléka. Mobilizálható vagyon van mérhető tartaléka. Tehát mit csinálna egy olyan időszakban, mint mondjuk a 20-as években voltak? Vagy a háború után voltak az az inflációs időszak. Mit csinálna, ha most egy ilyen időszak lenne? Van, aki rögtön bezárkózott. Lesz ilyen időszak. Lesz. Nem is soká. Tehát nem kell évtizedeket várni rá. Még egy évtizedet sem. És addigra önnek mennyi olyan vagyona lesz, amit bármikor részben tud mobilizálni? Jó kérdés, nem? És, gyakorlatilag ugyanúgy teheti tovább a dolgát, mint előtte. És a többiek meg nem. Akik nem látták előre a jövőt. Jó, ön se látja előre, lehet a jövőt. De én meg tudom, hogy hogy van előre a jövő. Tehát az a válság, ami 2008-ban beindult,
az körülbelül 4 évvel előbb jött, mint ahogy én jósoltam. Nem mert jós tehetség vagyok, hanem mert tudtam, hogy be fog következni. Hát általában, amit így a gazdasággal kapcsolatosan kapok, ahhoz általában nincs rendelve dátum, tehát föntről kapok, és ott hozzám jönnek az én gondolataim a dátummal kapcsolatosan, és az mindig előbb jön, mint amit, amire én számítok. De akkor mi lesz? Mi lesz az ön helyzetével? Én úgy gondolom, hogy most, a jelen pillanatban a pénz meghatározza az embernek az anyagi biztonságát, nem? Nem határozza meg? Nem a teljes biztonságról van szó, az anyagi biztonságról. Tehát én azt szeretném, hogy ön anyagi biztonságban lenne. De ezt önnek kell megteremteni, de én segítek ebben, hogy ez sikerüljön. Ha ön erre hajlandó, akkor nem csak én, hanem itt többen segítünk avval kapcsolatban, hogy ön ezt képes legyen megcsinálni. Tehát minden segítséget meg tudunk ebben adni. Csak egy kérdés van, ön hajlandó-e a jövőjéért tenni? Tehát nem csak tanulási feladat az, amit mi ajánlunk, hanem gondoskodjon önmagáról, a családjáról és a jövőjéről. Tehát gondoskodjon úgy, hogy többet az anyagi dolgok ne játszanak szerepet az ön családjának az életében. El tudna egy ilyen helyzetet képzelni, hogy ön megalapozza a család anyagi biztonságát? No. Hát ha ezt el tudja képzelni, akkor én meg tudok abban segíteni, hogy ezt meg tudja valósítani. Ilyen egyszerű. Jó, és miért mondom, hogy én? Mert én vagyok a szervezet. Tehát én vagyok a szervezet alapítója, tulajdonosa. És a családommal segítjük az embereket abban, hogy ezeket meg tudják csinálni. Tehát a mi családunk azért van, hogy az embereknek könnyebb legyen. És én ezt komolyan is gondolom. Tehát mi ezért vagyunk. Nem véletlenül a családban megnézem a küldetésünket. Nekem az a küldetésem, hogy szellemiség. A nagyobbik fiamnak az a küldetése, hogy szellemiség. A kisebbik fiamnak az a küldetése, hogy szellemiség. A kisebbik fiam barátnőjének az a küldetése, hogy szellemiség. A nejemnek az a küldetése, hogy szellemi vezető. Azért nem sok ilyen családot fognak találni a bolygón, akinél egyértelműen megmutatkozik az, hogy mi miért vagyunk. Tehát azért a szellemiség azt jelenti, azt is jelenti, hogy egy szellemiség képes arra, hogy mások hasznára legyen. Tehát nem önző, hogy mindent magának akar. Ezért például az egész szervezetünk úgy van kitalálva, hogy legalább a 67%-a a bevételnek, a bevételek jellemzően a tandíjak, annak a jutaléka, tehát 67% mint jutalék ki van fizetve a szervezőknek. A szervezők azok csak a Nyílt Akadémia tanulói lehetnek. A Nyílt Akadémia is a miénk, az önöké, közösen a miénk. A tandíj az első hónap az 17 ezer forint, ugye beszéltem róla, hogy 30 órások a képzések. A
Második hónaptól árgaranciával a 24 hónap végéig pedig 8000 forint. Ami nem azt jelenti, hogy mindig ennyi lesz. Most ennyi, és azoknak van árgarancia, akik most kezdik el. Tehát ugye az elmúlt 3 évben, mióta Nyílt Akadémia működik, 4000-ről emelkedett föl 8000-re a havi tandi. De nyilván azoknak, akik 4000-re kezdték, azoknak a 2 évig végigment 4000-re. Tehát volt 4000, 6000, 4000, 6000, igen, 4, 6, lehet, hogy 5 is volt, azt már nem tudom, 5 is volt. 4, 5, 6, 7 is volt, 8, igen. Tehát végigment, igen. 4, 5, 6, 7, 8, volt minden. Most már a 8 ugye egy jó ideje van. Több mint egy, hát most már másfél éve azt hiszem van a 8000. No szóval, csodálatos dolgot végzünk, nem csak átadjuk az embereknek az tudást ahhoz, hogy képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémáikat megelőzni, megoldani, ismerni az élet és az ember működését, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, hanem lehetőséget biztosítunk minden egyes tanulónknak arra, hogy ajánlja a Nyílt Akadémiát a saját ismeretségi körében. És ameddig a tanulói, az ön tanulói itt tanulnak, részesedni fog az ő tandíjukból, mint jutalék. És nincs korlátozva a szervezők száma. Ha ön úgy gondolja, akár szervezhet egy szervezői csapatot is, tehát segítheti más a csapatában lévőket, a tanulókat, hogy ők is szervezzenek, és az ő általuk szervezett, meg azoknak az embereknek a szervezési általán, tehát bárki, bármilyen szinten, mélységbe szervez embereket, és jön be tanulni, ha az ön csapatába tartozik, ön jutalékot kap utána. Végtelen mélységig. Ugyanis nekünk van egy célunk, azért ilyen a rendszer, hogy legyen 280 millió képzett coach általunk, aki képes arra, hogy másokat tudással segítsen. És Magyarországon is van rá szükség 400 ezer ilyen emberre. Mert nekünk az a legfőbb célunk, én azért születtem, és az az életküldetésem, hogy az emberiség számára létrehozzuk az aranykort. Az aranykor arról szólna, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Ahol nincs háború, nincs szeretetlenség, stb. Stb. Nincsenek konfliktusok, összetűzések. Ezt meg tudja csinálni az ember, képes rá. Nyilván egy olyan világban elég nehéz, amikor ön már kezd tudatosodni, de a környezetében az emberek még nem. De az aranykor arról szólna, hogy az emberek tudatosak. Nem csak ön, hanem a környezetében lévő emberek is. És ezt 2070-ig kell ennek a szervezetnek megcsinálnia. És ezt meg is fogjuk csinálni. Lehet, hogy lesz, aki már nem éri meg, valószínűleg én sem, de a hozzátartozóink megérik. A leszármazottjaink megérik. Meg lehet, hogy már nem ebben a bőrben érjük meg, hanem egy következőben, és akkor mi van? Oké? Ha jól csináljuk a dolgunkat, még esetleg arra is emlékezhetünk, hogy mi volt ebben az életünkben. Bizonyám.
Tehát nem kell felejtés. Tehát ha sikerül a múltbéli negatív emlékképeit leküzdeni, akkor nincs mit elfelejtenie. Nem tudom, világos voltam-e. Tehát azért kell az embernek felejtésbe merülnie a halála után, hogy elfelejtse a múltbéli negatív, tehát az életi negatív emlékképeit. Mert ha nem felejteni el, az a következő életében ugyanúgy kihatna rá. Világos ez? És ezért van egy felejtő program, amikor ugye törlik a tudatunkat, és tiszta tudattal születünk. Tiszta, de programozott tudattal születünk. De hogyha az ember képes arra, hogy a saját ez életi negatív emlékképeit törölje, akkor nem kell felejteni. Világos ez? No, hát a lecke föl van adva, lehet közénk jönni, vagy önnel, vagy ön nélkül ezeket megcsináljuk, amit elmondtam. Várjuk önt szeretettel. Köszönöm a figyelmét. Negyed óra szünet után kezdjük a coachképzést, amire lehetősége van azoknak, akik olyan személlyel nézik a coachképzést, aki a Nyílt Akadémia tanulója már. Ön is váljon minél hamarabb a Nyílt Akadémia tanulójává, hiszen most a business coach keretein belül csináljuk a dolgokat, ami például a következő részben, negyed óra múlva a cél megvalósító coach képzés folytatása következik. Köszönöm szépen a figyelmüket, mindenkinek további szép estét és jó tanulást, viszontlátásra szünet után!